A nagylány nagyünnepi viseletéhez válfűs ing tartozik. Felismerhető ez a válfőnél keresztül haladó fekete vagy piros hímzésről. A válfűs ing fölött piros vistai mellyre valót visel. Jellegzetes darabja a sárga aljú bagazia. Azt mondják az asszonyok, hogy talán a bagaziának a viselete azért is maradt olyan hosszú ideig, 40 esztendeig félbe, mert egyrészt nehezebb viselni, tehát súlyosabb maga, súlyosabb ruhadarab, és másfajta tartást igényel. Másrészt meg az alatta levő pendelynek mindig nagyon tisztának kellett lennie, hiszen elárult nagyon sokat a viselőjéről. A bagazia alatt fodorvászon fehérkötéses ráncos pendely van. Ez az egyetlen ráncolt alsószoknya fajta. A pendelyt elől csipkés ruha takarja. Három függőleges kötése van. Piros csizma a lábon. A sarkot sárga patkó díszíti. Ez a figyelem felkeltését szolgálta ugyanúgy, mint a talba beépített nyitszorgó és a sarokban az üvegdarabkák. A lánysági jelképe a gyöngyös párta. Ez a párta 1941-ben készült, címeres szedés díszíti. Nagy lány viseletéhez tartozott a selyem csukor is, selyem bojt. Ezt a sárga selyem csukrot a nagylány két oldalt feltűzve viseli. Szőrsallangok. A hajba pántlikát, hajba valót fontak, s erre illesztették egy fül segítségével a szélesebb pántlikát. A mellre való előtt csüngő, hárászos bojt a másik díszítő. Nagylány ünnepi viselete. Gyolcs felsing, piros kötéses ruha, melyre való válfűsing. Párta, hajba való pántlika. Sallangok. Diós bojt. Piros csizma. Gránátgyöngy a nyakban. Nagylány hurboló ruhája. Vasárnap délutáni, kisebb ünnepek délutánjára, táncba, szénacsinálási ünnepre való. Fehér, piros, apró virágos kartonfelsing van rajta. Előtte fehér selyem, apró mintás surcruha, vagyis kötény. Kereking, a válfűsing egyszerűbb változata, amelynek a kézellője és gallérja egyaránt hímzett. Szalmagyöngyel, ahogy itt hívják, kabolával díszített lájbi. A fejen kicsi fejű szalmakalap, amely nádas mentén jellemző. A 60-as évek elejétől a konfirmálás ünnepi alkalmára külön ruhát készítettek, amely azonban teljesen fehér volt. Általában ezt selyemből készítették, hiszen az volt habfehér, és a megszokott technikákkal, hagyományos motivumokat alkalmazták ezeken is. Ez az egyetlen alkalom egyébként a konfirmálás napja, amikor a mérai lány hajadon főt, fedetlen fővel jár. A nagylány fejére kendőt kötnek, hiszen a házból sem léphetett ki fedetlen fővel. Nagylány viselete fekete gyöngyel hímzett lájbival egészül ki. Thank you.
Nagylány gyászruhája, amelyet nagypénteken is viseltek. Ezen a napon az egész közösségnek feketébe illett öltöznie. Ez a nagylány 1936-ban készült fekete aljú bagaziában van. Fekete atlasz, piros pántlikás ruhában. Fekete mellyre valóban, fekete válfűsínben, fekete kis rózsás keszkenőben, de piros csizmában, piros gyöngyel, mellyre valóját elől hárászos boly díszíti. A fiatal asszonynak, az új asszonynak és az egész asszonyi létnek a jelképe a konty. Erre kerül a neccelt cifra, díszes főkötő, elől a gyöngyös főkötő csipke. Dulándré egy hátul szinte a sarkig érő kontyoló fátyolt jelent. Üzleti tülből készült, amelyet piros hárásszal hímeztek ki. A nagylány viselettől még abban is eltér a fiatalasszonyi, hogy különböző kiegészítők, sallangok, pántlikák és a cifrabojt is, amelyre való alól csüng ki, fejére pedig Dulándré kerül. Az új asszonyt általában a nász nagyasszonyok kontyolták, nász asszonyai, és ők vezették a közösség elébe. A fiatal asszony általában első gyermekig viselhette még a válfűs ingét, ezután már asszonyos inget kellett hordania. Az asszonyos ing annyiban különbözik az előbbi válfűstől, hogy csak hosszanti díszítmény fut végig az ujján, a vállát a névadó válfű már nem díszíti. Fiatalasszony ünnepi viselete. Piros, ezüst rózsás, karikás felsing. Zöld sejemlékri, zöld szövet, nyakas kötéses ruha, csizma és keszkenyő. Középkorú nő ünnepi viselete. Piros, fekete babos karikás felsing, zöld szövet kötéses ruha, blúz, bordó mellyre való és kávészín keszkenyő. Idős asszony ünnepi viselete. Fekete, ibolyás fersing, lila, kötéses ruhával. Fekete lájbival és fekete ibolyás blúzzal. Fekete keszkenyővel. Az ünnep másodnapján mindenki a koránál megfelelőnél sötétebb színbe öltözött. Ez talán az asszonyok magyarázata szerint azért alakult ki, hogy alkalmuk legyen az elkészített ruhákat felmutatni, bemutatni. Fiatal menyecske ünnep másodnapi viseletben. Fején sárga keszkenyő, válfűs inget visel. Három kötéses, piros pántlikával díszített, zöld, szőr, pántlikás ruha. Thank you.
kékaljú bagazia, hímzett gyócsfersing, piros csizma. Piros mellyre való, elől diós bojt díszíti. Hátul a derekán rózsaszín sallang. Bár nagypéntek a gyász színe, ez az a nap, amikor mindenkinek kötelezően feketébe kell öltöznie templomozáshoz. Azért módot találtak arra is, hogy a korukat jelezzék a feketében is. A fiatal lányok viseletében jóval több piros, és ahogy telik, akkor az idősebbekében jóval kevesebb, és ez ennek a helyét a kék, a zöld veszi át. Középkorú nő nagypénteki viselete. Fekete szőr, apró virágos, karikás fersing. Fekete szatén, kötéses ruha. Fekete, apró virágos bársony blúz, fekete bársony lájbi, fekete nagy luptás keszkenyő. Idős asszony nagypénteki viseletben. Fekete szövet fersing, fekete szatén, kötéses ruha. Karácsony szombatján elindult Mária. Karácsony este, itt is az együttörvendezésnek, az egymás felköszöntésének a napja. Az itt látható asszonyok is kántálni jöttek ehhez a családhoz. Téli ruhadarabjaikat is láthatjuk. Fiatalasszonyon gyöngyös bujkát, hosszú mellyrevalót, amely báránybőrből készült, festett báránybőrből, és ezt utólag fekete selyemmel, műselyemmel hímezték, illetve a későbbi időszakban gyöngyel pótolták a selyemet, illetve kozsokban. Körülbelül a 20-as évek közepétől az addigi természetes testformát, karcsúságot hangsúlyozó szépségeszmény itt nálunk is megváltozott. A gömbölyű, a termékenységet sugalló, az egészségességet sugalló gömbölyű formák váltak divatossá. És így a viseletnek is alkalmazkodnia kellett ehhez a szépségeszményhez, és a gömbölyűdett formák kihangsúlyozására különböző praktikákat találtak ki. Hát az egyik módja a gömbölyödettség kialakításának, a szoknyák számának a növelése, az alsó szoknyák számának a növelése. Ekkor kezdtek ügyelni arra is, hogy a különböző ruha, pántlikák, díszítők és fersing egy vonalban legyenek. Ebben az időben alakult ki a nádasmenti viselet jellegzetes színpárosítási rendszere is. Az 1989-es fordulatig a hagyományos öltözetek viselésének különleges szerepe volt. A nagy szabadsággal és a nagy demokráciával, ahogy mondják a falusiak, azonban annyi minden ide került, új dolog, hogy valahogy a sajátjukra már nem figyeltek annyira. Vasárnapi templomozáskor, ezelőtt 5-6 évvel még szinte az egész templom tehát mindenki viseletben volt, ma már többnyire csak azok, akik egyébként is a hétköznapokon is viseletben járnak. Valószínűleg sohasem lesz már olyan többé, hogy a mindennapoknak a részévé váljon. De az ünnepeknek, a nagy ünnepeknek az lenne a jó, hogyha a részese lehetne.